tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. A film sztoria szerint a globális felmelegedés miatt leáll a... A film sztoria szerint... ez nem jó, a jó extra lesz. Nem jó a mi napunk, lesz. Basszus. Tudományos és fantasztikus élmények Klaudiával, aki földrajztanár, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 64. része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Mai filmükről Patrick J. Michaels, a Virginiai Egyetem környezetvédelmi tanulmányokkal foglalkozó kutatója úgy vélekedett, hogy a filmben leírt jelenségek nagy része a fizikai lehetetlenség határát súrolja, míg William Hyde klimatológus szerint a filmnek tudományosan annyi köze van a klimatológiához, mint Frankensteinnek a szívtranszplantációhoz. Ezúttal ismét egy Roland Emmerich által filmet a holnap utánt vizsgáljuk meg tudományos szemszögből, Ivanics Rígá Klaudiával, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagjával. Szia, Klaudia! Sziasztok! És Vince Miklóssal, az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársával. Szia, Miki! Sziasztok! A film sztoria szerint a globális felmelegedés miatt leáll a golfáramlat, ami normális esetben trópusi meleget hoz észak felé, így sokkal élhetőbbé teszi Európa időjárását, mint amilyen az áramlat nélkül lenne. A filmben a meleg a trópusokon marad, a sarkvidékek hidegebbek lesznek, és a légkör hirtelen szuper vihar formájában felborul. A stratoszféra helyet cserél a mi lakható troposzféránkkal, és napok alatt jégkorszak következik be. Hurrikánok pusztítanak Belfastban, Japánban tekegolyó nagyságú jégeső esik, még jó, hogy ezek a jelenségek mindegyike ebben a formában fizikailag lehetetlen. Kezdjük is a golf áramlattal. Hát kezdjük. A golf áramlatról meséljek valamit? Igen, állam? Kérlek röviden, úgyis feltehetném a kérdést, hogy kérlek Miklós, röviden foglald össze, hogy mi is az a golf áramlat. Jó. Szóval a golfáramlat egy óceáni áramlás, mégpedig az Atlanti óceán északi felében, az Észak-Atlanti óceánnak a nyugati részén, ami az Egyesült Államok keleti partja mellett megy föl egy jó darabig. Ugye az Egyenlítőtől indul észak felé egy jókora adag, hát meleg, mondhatjuk úgy, hogy meleg víz. Majd mindjárt megpróbálom elmesélni, hogy miért van ez így. Ez nekünk ugye azért nagyon fontos, mert aztán minél inkább északra jön ez a meleg óceáni felszín közeli áramlat, ugye annál inkább az fog történni, hogy ő hőt ad át a hidegebb környezetének, vagyis a légkörnek, így aztán a víz végül lehűl, amikor az északi sarkvidék közelébe jut, és rengeteg hőt átad a légkörnek, ami viszont nekünk itt Európában ugye nagyon jó. Mert ha megnézitek egyébként a térképen, hogy például mi milyen szélességen, földrajzi szélességen vagyunk, az olyasmi, ami oda át, tehát az Atlanti óceán túlpartján Kanadának felel meg. És felmerül a kérdés, hogy akkor miért van itt egyébként sokkal jobb idő. Különös tekintettel például a balti térségre, a balti tenger miért nem fagy be például évről évre. És hát ez nagy részt egyébként éppen a golfáramlat által leadott hőnek köszönhető. A golfáramlatot egyébként leginkább úgy kell elképzelni, ez egy nagyon jó analógia szerintem, hogy az egy óriási vízhozamú folyó az óceánban. Tehát ez tényleg, hogyha megnézi az ember azt a műholdképet, ami infravörösben készült az Atlanti óceánról, akkor azt lehet látni, hogy van egy ilyen tekergőző partmenti áramlat, ezeket partmenti peremáramlatoknak hívják, amik egyébként, ha megnézik a kedves hallgatók, akkor ilyen gyors, nagy vízhozamú parti peremáramlatokat látunk például a Csendes óceánnak is a nyugati oldalán, meg az Atlanti óceánnak is a nyugati oldalán. Nem véletlen, hogy minden óceánnak a nyugati oldalán vannak ilyen erős áramlatok, és a másik oldalán meg gyengébb áramlatok vannak. Ennek értjük az okát, hogy ez miért van.
Például ugye ott a Japánban ott van a Kuroshio áramlás, az hasonlít egyébként a Golf áramlatra ilyen szempontból, tehát mondhatjuk, ez a csendes óceáni megfelelője a Golf áramlatnak. Tehát a Golf áramlat az lényegében egy fantasztikus cucc, mert tényleg egy folyó a vízben, ami hőt szállít nekünk Európába, és persze az, hogy ennek mennyi a vízhozama, és hogy hogyan működik, azt nagyban befolyásolja, meg hogy egyáltalán meddig jut föl, tehát meddig tudja felhozni a hőt, az azért nagyban függ attól, hogy mondjuk mi a hőmérsékletkülönbség a sarkvidék meg az egyenlítő között, és hogy mondjuk mennyi édesvíz olvad bele északon a jégolvadás következtében a tengerbe. És így aztán a klímaváltozás az befolyásolhatja azt is, hogy merre vagy hogyan folyik a Golf áramlat, és nyilván erre épül az egész film. Leállhat a Golf áramlat egyik pillanatról a másikra? De mondjuk egy ember öltön belül, vagy mondjuk ez ilyen lassabb folyamat, hogy mondjuk ha leállna, az mondjuk nem tudom, 1000 év alatt történne meg, vagy ilyesmi. Hát ha megnézzük a paleoklima adatsorokat, akkor lehet látni azt, hogy az elmúlt néhány százezer évben azért több változást is láthatunk abban, hogy így rekonstruált vízhozam a Golf áramlatnak az, hogy nézett ki. Tehát egyik napról a másikra biztos nem fog leállni. Azt kell itt megérteni, hogy ez a nagy óceáni szállítószalagnak az egyik motorja, és hogy az meg az egész óceáni áramlási vízkörzési rendszer így egyben, aminek a jellemző reakcióideje az több évszázados. Tehát csak nem is egy emberöltős, hanem több évszázados. Ennek ellenére azért történhetnek ilyen gyorsabb változások, mint néhány évszázad. Gondoljuk bele, elméletileg, hogyha beleolvasztasz például rengeteg édesvizet, például, azzal mit csinálsz? Azzal azt csinálod, hogy az egyenlítő felől érkező golfáramlat által szállított sós víz, mert az egy sósabb víz egyébként, csak meleg. Ugye két dolog történik az egyenlítőn, a napocska rásüt az óceánra. Ez két dolgot csinál. Egyrészt ugye kipárolgatja belőle a vizet, tehát növeli a sótartalmat. A sós víz egyébként nehezebb, mint a kevésbé sós víz, és ettől ugye nehezebbnek kéne lennie, de mégsem nehezebb lesz, mert a másik dolog, amit a melegítés csinál, az meg ugye a hőtágulás. Tehát hiába lesz nagyobb a sótartalma, de melegebb is lesz a víz az egyenlítőn, amikor rásüt a nap, ezért ott még nem süllyed le. Mert a hőtágulás miatti sűrűségcsökkenés, az kompenzálja a sótartalom növekedés miatti sűrűség növekedést. Ezért aztán van neki lehetősége az áramlattal ennek a víznek, a meleg víznek, meleg de sós víznek, van lehetősége eljutni északra. Igen ám, de hogy szépen olyan környezetbe jut, meg lehűl a víz, ahol hirtelen már nehezebbé válik, mint a környezete, ott le fog süllyedni. Ezek a vízsüllyedési régiók, és nyilván a Golf áramlat az lényegében úgy ér véget, úgy mond, hogy átadja a hőt a légkörnek, lehűl, és akkor úgy észreveszi, hogy ő már sósabb, mint a környezete, tehát nehezebb, tehát lesüllyed. Na de nyilván, hogyha beleolvasztunk egy csomó édesvizet az óceánba, azzal egyébként csökkentjük a felszíni réteg sűrűségét északon, és akkor már délebben megtörténhet az a vízlesüllyedés, vagyis ilyen módon az a része legalább igaz ennek az elmebeteg filmnek, hogy van olyan hatás, hogy a fölmelegedés a szárazföldi jég beleolvadásán keresztül az tud ahhoz vezetni, hogy délebbre tolódik az a pont, ameddig a Golf áramlat fölszállítja a meleget. Talán ebben így, talán itt véget is ér a dolog valóságtartalma. Szerintem ennyi a megfejtés. Erre gondolhatott az Emerich, vagy a forgatókönyvíró, akinek mindjárt elmondod a nevét. Jaj, ne hozz ilyen helyzetbe. Jól van, nem? Egyébként ő volt az egyik forgatókönyvíró, és Jeffrey Nachmanoff, ha jól ejtem a nevét, igen, ő igen, volt a másik. Igen, én is megdöbbenve látom, hogy ő maga írta a forgatókönyvet is. A jó öreg Emerich barát. Hát ez sok mindent megmagyaráz, szerintem így a harmadik Roland Emerich film kibeszélén. Pont ezt akartam mondani. Jön a kedvenc szokásos kérdésem, kérlek, emeljétek ki az abszolút a számotokra abszolút legtudománytalanabb momentumát ennek a filmnek. Segítek, ha szükség van rá. Nem, most ez egy azért jó kérdés, mert tulajdonképpen reflektálva arra, amit a Miklós az előbb mondott, ugye, hogy azzal zártad, Miki,
hogy ezzel el is mondtad az egyetlen pozitív dolgot, ami a filmben tényleg tudományosan, nagyjából pontosan van ábrázolva, és ugye az összes többi tudományos jelenet az ugye tudományosan pontatlan. Tehát magyarán megmondva elég nehéz választani, hogy most konkrétan mi legyen az a, hát akár konkrét jelenet, ami... Szerintem adja magát. Én még mielőtt azt gondolod, hogy adja magát, azért annyit elmondanék, de és ez most egy kicsit egy ilyen überáll lesz, vonatkozik az összes ilyen tudományos pontatlanságot tudományosan megmagyarázni próbáló katasztrófa és egyéb filmekre. Ugye ott a filmes tudósoknak szokása ilyen tudományosnak hangzó blablával dobálózni, mert nem is tudom, melyik filmben volt ez a kifejezés. Hát itt is elmagyarázza Dennis Quaid igen, hogy tudományosan. Na és én ezeket annyira szeretem idézőjelbe, amikor a filmbeli tudósok próbálják megértetni a nézőkkel a tudományos blablát, akkor ugye általában van ott egy másik karakter, aki ezt tényleg még jobban megmagyarázza, hogy a hülye is értse, mondjuk az átlag politikus is értse, vagy az amerikai elnök is értse, és ezeket én nagyon szoktam szeretni, tehát én ezeken mindig jó nagyokat visítok a röhögéstől. De Ádám, ezek szerint neked van egy kedvenc jeleneted? Igen, de tulajdonképpen ezt az előző adásban talán te is megidézted, hogy ha nagyon hideg van, akkor bemenekülünk egy könyvtárba, elkezdjük a könyveket égetni, becsukjuk az ajtót, és ettől ez megvéd minket a kintomboló mínuszoktól, illetve hát ugye ennek az elődje, ugye azok a jelenetek ebben a filmben, amikor ugye lezuhan a helikopter például, és egy pillanat alatt megfagynak az emberek, tényleg jéggé dermednek a szószoros értelmében, azért ez viszonylag hihetetlennek tűnik. Igen, különben nekem is ez az egyik kedvenc, legtudománytalanabb jelenetem, amikor ugye minden megfagy, mert tehát azért az nem úgy működik, kérem szépen. A Yahoo Movies a 10 legtudománytalanabb film közé sorolta ezt a filmet, szóval azért egy egyszerű tévénéző, vagy mozinéző, filmnéző számára is egyértelmű, hogy hát ez azért így sánti. De azért a top 10-ben nem raknám bele, azért a top 10 legrosszabba. Az több emberik film is benne van, de szerintem azért... Jó, hát akkor még nem, amikor csinálták azt a listát, akkor még nem volt például Moonfall. Én azért benne hagynám a top 10-ben, tehát szerintem is én Miklós vagy Ádámmal értek egyet, hogy meg a Yahoo-val, hogy benne van ez a top 10-ben. Bár ugye nyilván ennek úgymond érzelmi értéke, vagy érzelmi háttere is van, tehát ugye, hogy tudod, az amikor megnézel egy tudományosnak látszó filmet, és ugye te, mint tudományt szerető és vagy valamilyen szinten művelő egyén, ott kinok között fetrengesz, hogy úristen, ilyen szar tudományos filmet, vagy tudománytalan filmet csinál, és ugye akkor ennek lesz egy ilyen érzelmi töltete, hogy na, akkor csak azért is ez benne van a 10 legrosszabb film között. Hát így érezhetik magukat az orvosok, mikor Dr. House-t néznek, vagy Vészhelyzetet néznek. De egyébként nem, mert állítólag a Dr. House speciál, egyébként én azt hallottam, hogy a Marburgi Egyetemen tanítják. Vagy van olyan speci, legalábbis. Nem az, hogy lessünk el trükköket a House-tól, hanem pont az, hogy kielemzik, hogy most mi a baromság, és minek mi a tudományos háttere. Tehát kb. Ilyen paralaxis podcastot tolnak ott az orvostan hallgatóknak hetente. Majd behajtjuk ott a jogdíjakat. Ja. De lehet, hogy ők előbb kezdték. No, nem az izénél. Nincs előbb nálunk. Mi vagyunk az ős, paralax és az ősrobbanás. Nincs. Az alfa és az omega. Figyeljetek, egyébként az a vicc, hogy jelen pillanatban szerintem akármi van, ez a klíma katasztrófa. Igen, ez tény. Tehát, hogy ugye? Vagy van más, ami ilyen. Ugye ez nem olyan könnyen megfilmesíthető, mint a Godzilla vagy az aszteroida becsapódás. Tehát itt nyilván nehéz egy feszültséggel teli akciódús
filmbe beletenni valamit, ami nyilván egyébként egy hosszabb időskálájú dolog kéne, hogy legyen. Belekérdezek akkor ebbe, mert ugye a globális felmelegedés ugye az elég egész világ problémája, a polinéziai szigetvilágtól egészen vecsésig, de jó-e az alkotók tudománytalan tényekkel töltik meg a filmet, egyébként miközben Mark Gordon producer szerint, a film producere szerint részben azért készítették, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem, vagy a stúdió is úgy kommentálta az alkotást, hogy a holnap után igazi ereje az, hogy felhívja a figyelmet a globális felmelegedés kérdésére, de nem árt ez a tudománytalan álszentség többet, mint hogy használna? Én ezzel egyetértek, amit te mondasz, tehát ez inkább ártott, mint használt, és amúgy többen is elismerték a készítők közül, hogy ez tulajdonképpen propagandafilm volt, ami ugye az éghajlatváltozást, sőt, ugye maga Emmerich is ezt mondta, hogy az éghajlatváltozást, tehát az embernek a behatását az éghajlatváltozásra, és ugye, ha jól emlékszem, amikor a film készült, akkor ugye még George Bush volt hatalmon, és ugye az ő klímapolitikáját is bírálta ez a film. Viszont ugye a különböző tudósok, tehát például ez a Patrick Michaels, akit te is megemlítettél itt az elején, igen. Ádám. Ő nagyon lehúzta. Különböző, igen, meg Daniel Schrag, nem tudom, hogy kell kimondani a nevét, paleoklimatológus, ők is borzalmasan lehúzt. Még a Schrag még annyira nem, tehát ő még úgy mondta, hogy jó, legalább van egy film, ami a klímaváltozásról szól. Viszont ugye azt már kritizálta, hogy túloz, és lebutítja az egész klímaváltozást, és ezért az átlagnéző is azt fogja gondolni a klímaváltozásról, hogy az egy vicc, mivel ugye a film is butít tulajdonképpen, és ugye, hát ugye próbálták osztályozni, ugye a filmeket osztályozzák, ugye ilyen D-t meg F-et, tehát mondjuk azt, hogy egyest adtak rá tudományosan. A Michaels az meddig konkrétan ő dühös volt, hogy... Hát ugye... ő még Soros Gyuri bácsit is belekevert egyébként a film előtt. Komolyan? Igen, a film előtt megjelent egy írása. Felsejlik a magyar szál. Igen, hát nyilvánvalóan, meg hát persze, hogy Gyuri bácsi, hát menj már innen a terveddel, Gyuri bácsi. Szóval ő még a film előtt, a megjelenése előtt írt egy eléggé, ahogy Klaus fogalmazta, egy eléggé ilyen dühös kritikát csak az előzetesek alapján, ahol tulajdonképpen liberális érdekvédelmi csoport és a milliárdos Soros György politikai játékszerének titulálta ezt az egész filmet. De Ádám, mi azért évekig ittuk a Soros Alapítvány kakaóját az általános iskolában. Igen, sőt, hát ugye... Amikor harmadikos és negyedikesek voltunk. És hát ne felejtsük el azt is, hogy ugye a Parallax is eredetileg a Pararádióban indult, ugye ami a C3, az akkori C3. És az is a Gyuri bácsi. Is ott volt Gyuri bácsi pénze. Tehát, hogy... Sosem hittem el, hogy sorosozni fogunk a Parallax is podcastban. De úgy látszik, hogy a klímában is megkerülhetetlen. Figyeljetek, egy valami azért van, hogy oké, persze, hogy itt a menő klímakutatók hömbörögnek, hogy rossz a film, de még a legbézikebb üzenet sem ment át, mert ugye Claudia helyesen megállapította, hogy ez még a második Bush idejében, 2004-ben készült. Na most ugye azóta volt újabb republikánus elnökünk, vagyis elnöke az amerikaiaknak, ugye, a Donald Trump, aki például ilyeneket mondott, ilyeneket kell borzolta a kedélyeket, ő, amikor éppen az Egyesült Államok elnöke volt, hogy amikor éppen óriási havazások voltak Amerikában, akkor ilyen képeket között, hogy persze globális felmelegedés, ha-ha. Tehát mi hiába mondjátok, hogy annyira le van volt butítva, hogy még egy amerikai elnök is megértse, de a lényegi üzenet nem ment át, már pedig ha a filmnek van valami lényegi üzenete, aminek van valóságmagja, az pont az, hogy a globális felmelegedés az bizony simán lehet egy brutális, lokális lehűlés. Tehát az ugye egy nagyon fontos történet ebben, hogy azt tessék észrevenni, hogy igen, melegszik a Föld, emiatt ugye olvad a sarkvidéki jégtakaró, mert hogy ugye egyébként a sarkvidék az kétszer gyorsabb ütemben melegszik, mint a globális átlag. Tehát a globális felmelegedés az úgy van, hogy
nem mindenhol ugyanolyan nyilván, hanem nagyon durva eltérések vannak földrajzi szélesség szerint, mert például az egyenlítőn alig látszik a hatása, de a sarkvidéknél meg brutális a hatása. Ugye? Na és akkor ez van, hogy így olvad bele, olvad szépen bele, és akkor emiatt aztán a melegedés miatt olvad, de délebbre tolódik a golfáramlat, és akkor meg mégis hidegebb lesz. Például ennyi például igazán átmehetett volna az emberek fejébe, de úgy látszik, ez sem én sikerül. Kikérem magamnak, és nem szeretném megvédeni a filmet, de az, hogy Trump nem érti valamit, az hát szerintem az nem kiinduló pont. Tehát, hogy... De szerintem a Trump az egy indikátor. Tehát az jelen... Azért a Trumpot azért választották meg egyébként, mert ő egy olyan fickó, akivel rengeteg amerikai tud azonosulni. Érdekes, hogy most, hogy itt Magyarországon is ilyen választási időszakon úgy látszik, mindenkiből előjön a szunnyadó politikai elemző. hogy komolyan. De azért a Trump az nem a vákumban van. Tehát ő, nagyon sokan gondolkoznak hasonlóan, mint ő, tehát szerintem érdemes tanulmányozni őt. És nem ő az egyetlen példa, tehát nagyon sokan vannak úgy, hogy ha mi az, hogy globális fölmelegedés, nézzétek, hogy esik a hó. De én azt gondolom, hogy az átlagnéző nem érzékeli ezt egyébként belőle. Tehát az, hogy most a holnap utánnak az lenne az üzenete, nem tudom, hogy a globális fölmelegedés veszélyt jelent, akár egy ilyen pusztító veszélyt is, amit ebben a filmben így jelenítenek meg, az nem biztos, hogy az átlag néző számára befogadható, vagy egyáltalán eljut az agyáig, és ezt most nem rossz indulatból mondom, egy teljesen átlagos, egyébként akár felvilágosult és képben lévő és normális értékeket valló ember sem biztos, hogyha bemegy mondjuk a Holnap után című filmre, akkor ő ebből lesz szűr bármit is. Ha eleve én hiszem azt, hogy van igen globális felmelegedés, és igen, tenni kell valamit ellene, akkor eleve nyitott vagyok, erre nem egy film fog meggyőzni, nem akarom elfogadni, mert mondjuk Trump vagyok, vagy Trumpista, vagy ezeket az értékeket vallom, hogy ezt én elutasítom, akkor én engem nem fog a Holnap után című film meggyőzni arról, hogy ez így is végződhet. Igen, tehát ugye itt pont, ahogy mondod is, itt több tényező áll fenn, az egyik az, amit most a végén mondtál, hogy mivel ez egy éghajlatváltozásról szól, valószínűleg egy olyan ember, aki az éghajlatváltozást tagadja, vagy csak nem hiszi el, ilyen-olyan egyéb okok miatt ez a film hidegen fogja hagyni. Ugye a másik dolog, amit, hogyha már egyszer egy amerikai filmről van szó, és amiről azért szerintem kicsit érdemes lenne beszélni, az az amerikai közoktatás, ami hát így európai szinthez hozzámérve a béka feneke alatt van. Tehát ugye az amerikai közoktatás az borzalmasan tényleg alapszintű. Mondok egy példát, most nyilván látunk az interneten mindent, tehát abszolút nincsenek tisztában az európai országokkal. Jó, hozzáteszem, hogy mondjuk egy európai sem feltétlenül tudja fejből kitölteni az USA-nak az államait pontosan, tehát nyilván, na de mindegy. Más példát mondok, egy informatikus, egy magyar országon végzett informatikus valami nemzetközi konferencián, még ilyen egyetemista korában találkozott egy Amerikában egyetemen tanuló informatikussal, és ugye elkezdtek beszélgetni, hogy ők mit tanulnak, és az amerikai teljesen ledöbbenve állt az európai magyar kolléga előtt, hogy hát ők azokat a dolgokat, amiket a magyarok az egyetemen tanulnak, ők azokat a dolgokat igazából, sőt, amit a magyarok a középiskolában tanulnak, ők azokat a dolgokat informatikából csak az egyetemen tanulják szakképzés után. Tehát, hogy ugye ott tulajdonképpen a középiskolai szint az ami informatikából az, ami nálunk az általános iskola, és utána csinálsz egy egyetemi képzést, és még utána szakosodsz, és akkor sajátítod el azokat a képességeket, amit egy informatikus, egy informatikai órán már mondjuk középiskolában nálunk itthon megtanul. És ez amúgy a többi tantárgyra is jellemző. De ott viszont beelőznek. Jó, érdekes, nyilván, hogy én is persze. Ugye érdekes, persze nem mindegyik nyilván, tehát most nyilván azért nem egy Ivy League egyetem, az nyilván más, mint egy átlag amerikai ilyen fizetős buli egyetem,
De a mest, aki a mesterképzésen azért, tehát egyébként valóban az van, hogy azt szoktuk mi is mondogatni, hogy a magyarországi érettségi az kb. Egy szinten van a bachelor degree-vel Amerikában a legtöbb helyen. Ugye ez egy 3 éves elcsúszás, de utána viszont a mesterképzésen meg tehát míg egyébként például a fizikus képzés, amit itt az ELTE-n művelünk, az simán felveszi a versenyt szerintem bármelyik bachelor fizikus képzéssel az Egyesült Államokban, viszont a mesterképzésen viszont piszkosul elhúznak a legjobb amerikai egyetemek. Igen, de most akkor maradjunk ugye az általános képzésnél, tehát maradjunk mondjuk a középiskolai, igen. Tehát ugye, amivel az általános alapműveltséget megszerzed. Igen. Na az például, tehát az abszolút az európai átlagtudás alatt van. A másik, ráadásul ugye főleg a déli államokban még mindig nagyon erős ezek a keresztény, majdnem már szektába átmenő propaganda. Egyrészt a kreacionizmus, most aki nem tudja, hogy mi az, ugye ez a vallás és tudomány rossz irányú összemosása, amikből aztán kijönnek ilyenek, hogy a mit tudom én, világ 6 millió éves, vagy 6000 éves, vagy különböző változatai vannak ezeknek, tehát ilyen mindenféle tudományos pontatlanságok, illetve nagyon erős ugye az a keresztény szektaszerű befolyás, ami például az alapvető biológiai tudását az embereknek tényleg a béka feneke alá viszi le. Jó, de hát azért az észak-amerikai nézők azért az csak egy kis szelete azért a világnak, és azt hiszem, hogy eléggé eltértünk az eredeti témánktól. Itt szegény hallgatóink azt várják, hogy ízekre szedjük ezt a filmet, úgyhogy javaslom, hogy egy rövid szünet után a pap, a rabbi és az informatikus bemegy a kocsmába, és szétszed a holnap, bemenekül a könyvtárba, és szétszedi a Holnap után című filmet. Maradjatok velünk! Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Parallaxis. Jó, tehát a műsor első... Még azon gondolkozom, hogy ki az a papa rabbi, de aztán rájöttem. Jó van. Bocs. A papa rabbi és az informatikus. Mi? Ez nem jó volt szerintem, nagyon adta magát. Ja, de teljesen jó volt. Nagyon adta magát. Szóval a műsor első felében már beszéltünk, vagy felhoztam témaként ezt a bizonyos jelenetet, mikor bemenekülnek a könyvtárba a fiatalok, hogy megmeneküljenek a hideg elől, ami hirtelen nagyon gyorsan érkezik. Ugye látjuk, ahogy megfagynak a felhőkarcolók is egyre lejjebb. De időben becsukják a hideg előtt az ajtót. Igen, erről beszélgessünk egy kicsit, hogy erről mit gondoltok, vagy ez hogy néz neki a valóságban? Hogy szaladsz a hideg front elől, és becsukod az ajtót, és megmenekülsz, mert kint marad a hideg. Igen. Hogy ez hogy néz ki? Igen. Hát nem így. Nyilván ez teljesen tudománytalan, tehát ez oké, ez... Nem, ugye, jó, beszéljünk arról egyébként, hogy mitől függ az, hogy egy hidegfront milyen gyorsan terjed. A hőmérséklet különbség négyzetgyökével arányos a sebessége, ami azt jelenti, itt vagyok a kellemes szobában, és akkor érkezik egy hideg légtömeg. A hideg légtömeg az nyilván nehezebb, mint a meleg légtömeg, tehát be akar alá kúszni. Ugye ez a hideg front terjedés, amiről annak idején kitűnő kísérletet csináltunk a Parallaxis laborban, ami visszanézhető videó formájában. Na ugye, ott ugye azt csináltuk, hogy egy hidegebb, tehát nehezebb vizet megfestettünk kékkel, és beküldtük egy olyan kádba, amiben viszont melegebb víz volt, ami viszont nem festettük meg, hogy lássuk, hogy mi történik, és akkor szépen, mint egy nyelv, bekúszik a kék. Hát azelőtt simán elmenekülnék, mert azért elég lassan történt. Igen, az ugye egy lassú folyamat, alapjában véve így van. Tehát simán a front terjedés egyébként egyáltalán nem olyan gyors. Ezt akarom elmondani. Márpedig az egy front terjedésnek tűnik, ami ott történik. Tehát ott nem az van, hogy jön egy hideg szél, hanem tényleg az van, hogy jól meg lehet mutatni, hogy itt ez a vonal, azon a vonalon túl baromi hideg van,
ezen az oldalon még nincs baromi hideg, tehát ez pontosan az, ami egy front terjedés. Most ez ennyire gyorsan menjen, hogy egy ember el tudjon előle futni, ahhoz olyan hőmérséklet különbség kéne, amit még azok a számok sem indokolnak, amiket a filmben hallunk. És egyébként még egyszer a négyzetgyökével arányos a terjedési sebesség, vagyis ha kétszer nagyobb a hőmérséklet különbség, akkor még mindig csak gyök kettővel gyorsabban megy, vagyis ha négyszer nagyobb, akkor még mindig csak kétszer gyorsabban megy, vagy ha százszor nagyobb, akkor még mindig csak tízszer gyorsabban megy az a front, ugye? Tehát ezt kell megérteni. Úgyhogy igazából az fura. Az meg ugye különösen vicces, hogy becsapják az ajtót, és akkor nem jön be a hideg. Hát azért nem annyira rossz hővezető a fa ajtó, hogy megmeneküljön a társaság. Beülnek, és elhatározzák, hogy a fa bútorokkal telezsúfolt könyvtárban bizony úgy csinálnak meleget, hogy elégetik a könyveket. Nem a fát, nem az asztalokat, nem a polcokat, hanem a könyveket. És akkor van egy fickó, aki ott ül, és azt mondja, hogy ezt a két könyvet nem engedi. És mi az a két könyv? Azt hiszem, az egyik a Biblia, a másik meg a Nietzsétől valami gyűjteményes kötet. Nem? Valami ilyesmi a Zarathustra. Tehát valami elképesztő. Miért pont azt? Mire akart ezzel utalni az Emerich? Persze akkor még nem tudtam, hogy egy német a rendező, amikor ezt láttam, ez így most áll össze a fejembe, hogy egy ekkora nagy Nietzsche fanatikus lenne az Emerich. Elaludhatna a tűz, ha hirtelen ilyen légnyomásváltozás és ilyen hideg érkezne? Hát előfordulhat. Tehát vagy annak tulajdonképp ugyanúgy egy tudománytalan és csak a film dramaturgiája szempontjából fontos igen, momentum, hogy ott rakják, őrzik a tüzet, mint őseink. Hát tudományos szempontból komédia, viszont valójában ott nyilván ez valami ilyen valami allegorikus mutatvány akar ez itt lenni, hogy ők itt az emberiség közös tudását is őrzik abban a két könyv formájában, és egyébként életben tartják a tüzet, szó szerint. Jobban jártak, hogy egy könyvtárba mentek, mint ha mondjuk, nem tudom, egy zászlóboltban ragadnak, és hát amerikai zászlókat kellett volna égetni, hogy a műsor első felére is visszautaljak, tehát az egy kényesebb. De főleg, hogy azokat poliészterből csinálják mostanában már, és inkább olvadnak, ugye? Ezt akkor tanulta meg az ország, na mindegy, ne menjünk bele. Amikor volt egyszer egy emlékezetes tüntetés, amikor megpróbáltak a valakik egy EU-s zászlót elégetni, de nem sikerült, hanem csak inkább elolvadt. És azóta tudjuk, hogy... De 2004-ben is már főleg olvadós zászlók voltak. Azt akartam még elmondani, hogy még egy átlag amerikainak is feltűnhet, hogy ez egy marhaság, ami egy fontos eleme ennek a filmnek, hogy olyan hurrikánok, még használják is rá ezt a szót, olyan hurrikánok alakulnak ki, amíg... ből ilyen mínusz nagyon sok fokos, óriási jégdarabok esnek le. Tehát, hogy valami fagy hurrikán, ugye? Ami úgy működik, mint egy hurrikán, és olyan nagy, sőt, még hatalmas, nagyobb is annál, valamilyen óriási, nagy, szuper hurrikán, ami azonban ugye hideg, tehát jeget szór le, meg jég, tehát hideg fronttal jár. De most ezzel csak az a bökkenő, hogy nyilvánvaló, hogy a filmben az van, hogy ez valahol ott Szibéria, meg Kanada, meg ilyen helyeken alakul ki a hurrikán. Na most ezt az átlag amerikai is tudja, aki egyébként lényegesen sokkal többet találkozik hurrikánnal, mint a magunk fajták. Mondjuk mi is kint voltunk Amerikában most 3 hónapig, és volt vagy 4-5 trópusi ciklon. Tehát az amerikaiak azért tudják, nálunk sokkal jobban tudják, mi az a hurrikán. És azért az nekik is feltűnhet, hogy azt még szerintem még az ő középiskolai oktatásukban is megtanulják, hogy a hurrikánhoz kell nedves, vagyis sok vízgőz feláramlás, meg nagyon párás, meleg, föláramló levegő, ami létrehozza ezeket az óriási feláramlásokat, ami aztán ugye az egész hurrikánt, mint hőerőgépet hajtani fogja. Tehát hurrikánok nem keletkezhetnek a sarkkörön, ez hülyeség, ilyen sose fog történni. Lehet, hogy nekünk magyaroknak ez speciál nem annyira triviális, de szerintem az átlag amerikai ezt lehet, hogy jobban értette, mert ők folyamatosan hallják a híradóban, hogy ilyen meg olyan trópusi ciklon jön,
És azért ők megtanulják, hogy hogyan keletkezik egy trópusi ciklon, amiből esetenként hurikán lesz belőle. De ott Japánban van az, amikor ott tekegolyó nagyságú jegek zúzzák a dolgokat. De hát egyébként meg nyilván ez is igaz másrészt meg, de hát javíts ki, azért ott a hegyes vidék sem feltét. Vagy a szárazföld, ugye azért a hurikánok nagyon ritkán mennek, nagyon mélyen a szárazföldre hatolnak be, mert ott eloszlik mára. Ez így van. Nincs, így ami van. Táplálja. Igazad van egyébként, de már önmagában az, hogy ilyen szélességre eleve, még ha óceánon se, igazából nem nagyon jutnak föl. Tehát ha megnézed, hogy milyen pályákat írtak le a hurikánok, akkor vannak olyanok, amik feljutnak egészen addig, csak addigra azok már annyira legyengülnek, hogy azok már igazából megszűnnek hurikánok lenni. Azok már csak nyomás anomáliaként látszanak még, tehát ilyen ciklonokká, anticiklonokká szelidülnek igazából ezek addigra. Tegyük föl, hogy a golfáramlat tényleg bekrepál, és vége, és nem szállít meleget északra. Az a része mennyire volt reális, hogy ugye ott Mexikóban ugyan havazott, de ott ugye oda menekült ugye délre mindenki. Tehát, hogy nyilván ott egy dramaturgiai elem is volt ez, nyilván, de mondjuk hát az, hogy mi itt Európában semmi jóra ne számítsunk, az teljesen biztos. Mert ugye itt nem egy teljes hógolyó földről beszél a film, hanem csak arról beszél, hogy a golfáramlat híján az északi félteke nagyon fagyos igen, lesz. Igen, igazából egy klasszikus glaciális időszakot mutat be a film, csak ugye olyan iszonyú gyorsan alakul ki. Tehát itt az a furcsa, hogy itt néhány hét alatt beáll az az állapot, ami egyébként olyan évezredes időskálán. De hát de a végállapot, az, hogy mekkora felület van jéggel borítva, az kb. Úgy néz ki szerintem, mint a legutóbbi jégkorszak. Kb. Nem? Ugye az Európára nézve persze nem jelent sok jót, nyilván. Tehát akkor még a brit szigeteket is jégtakaró borította a legutóbbi jégkorszakban. Igen, az, hogy Mexikó felé menekülnek, az nagyon poén. Nyilván ugye megfordítja a migráció problematikáját, hogy most az amerikaiak mennek Mexikóba. Hogy ha mondjuk a golfáramlat megszűnne, igen, akkor az reális, hogy körülbelül a Mexikóig, vagy azon a... Talán megfordítva gondolnám a dolgot egy kicsit, hogy most gondoljuk bele, ugye azt mondtam, hogy van most jelenleg ez a klímaállapot, ami azt jelenti, hogy feljön észak felé a meleg víz, és lesüllyed, amikor lehűl. És ott lesznek északon a vízsüllyedési régiók. Na most elképzelhetünk egy olyan klímaállapotot, amikor viszont a párolgás miatti sűrűségnövekedés az erősebbé válik, mint a hőtágolás miatti sűrűségcsökkenés, vagyis már rögtön az egyenlítőn lesüllyed az áram, a víz, ugye? Tehát ezt el tudjuk képzelni. Ilyenkor létrejön egy inverz szállítószalag, vagyis ennek az atlanti meridionális körzésnek a fordított verziója alakulna ki, vagyis egy hideg áramlás indulna el északról az egyenlítő felé. Tehát egy ellen golfáramlat lenne, ami hideget szállít délre. Hát, hogyha egy ilyen állapotba át tudna kerülni a rendszer, akkor az simán lehet, hogy Mexikóig lefelé éreztetni a hatását. Ám de erre viszont nem annyira volt példa szerintem az elmúlt néhány millió évben, szóval szerintem ez egy nem realisztikus helyzet, hogy ez be tudjon következni. Fizikailag ez egy lehetséges állapot, de gyakorlatilag ez a sztori, ami a filmben be van mutatva, az ehhez nem lenne elégséges. Tehát még egyszer el tudok képzelni ilyen helyzetet, csak ahhoz nagyon kevés, ami a filmben történik. Szerintem még beszéljünk egy kicsit akkor magáról a filmnek az izgalmi faktorjairól, Z-kategóriás. Neked mi a legizgalmasabb szál? Mi a legizgalmasabb történet a filmben? Hát, őszintén nem tudnék így. Igaz? Nem, én mikor láttad utoljára, valljál szint? Hát most megnéztem újra, hogy erről beszélünk el nyilvánvalóan, de én egyébként szeretem ezt a filmet, tehát ez azok közé tartozik, ahol nem fogom a fejem, szerintem egy átlag, még egy
a téma és a tudományok iránt érdeklődő számára sem annyira... Tehát a 2012 című film, vagy a Mag, vagy itt felsorolhatnék egy csomó filmet, az úgy tudománytalan, hogy az szerintem bárkinek szembeötlő, és akár zavaró is lehet. A holnap na látod, után... én meg például a 2012-ben voltam úgy, hogy az jó, nyilván persze az is tudományosan pontatlan volt, cserébe viszont én azt szerettem. Jézusom, ezt biztos, ezt meg se hallottam. Miért? Úristen, hát egyik nem ez is sem a 2012. Jaj, de jó. De... terápia. Ja, hallottad, hogy a Sarnecki Krisztiánnal mi történt a minap? Hallottad? Mi történt? Hát mi felfedezett történt? A fickó... Nem hallottad. Ne, felfedezett a fickó egy 2 méteres, nagyjából 2-3 méteres aszteroidát, 2,5 órával azelőtt, ami rögtön be is hogy becsapódott. Piszkés tetőről fedezte föl. Ugye a Csillagászati Kutatóintézetnek az obszervatóriumából, a Mátrán. Ugye ő szakmányban fedezi fel a kisbolygókat és az üstökösöket, tehát nem kis pályázik. De az a döbbenet, hogy tényleg, tehát ezt akarom, most ez viccesnek hangzik, de amúgy nem az, mert amúgy ez kb. Akkora nagyságú, mint az a Cseljabinszki cucc, csak szerencsére ez most éppen belepottyant pont azokra a helyekre, ahol a golfáramlat lesüllyed. Tehát ahol nem lakik senki, ott Izland környékén valahova bepottyant, becsapódott. Mondom, 2,5 vagy 3 órával azután, hogy ő felfedezte. Tehát kiírta a Facebookra, hogy felfedezte egy kis volt, ami 2,5 óra múlva eltalálja a földet. Most hány ilyen van egyébként, amit A. nem fedezel fel, B. becsapódás előtt 1-2 órával fedezel fel, C. Néhány órával az után fedezel fel, hogy tök közel elrepült a föld mellett, csak megúsztuk. Tehát, hogy így, igen. Tehát az, na jó, bocs, most nem akarok eltérni a témától, csak ez most annyira adta magát. Igen. Szóval az egy jobban elképzelhető dolog. Hát, igen, meg abban abban evidens hülyeségeket tudnak mondani, mondjuk egy, hogy hogyan térítsünk el mondjuk egy aszteroidát, az emberek jobban képbe vannak, mint azzal kapcsolatban, hogyha a golfáramlat le tud-e állni, ilyen gyorsan le tud-e állni, ezt idézni elő. És az alapkoncepció az szerintem azért... nem azt mondom, hogy reális, mert nyilván nem reális, mert akkor lenne tudományos alapja, vagy legalábbis a filmben látottaknak lenne tudományos alapja, de szerintem közelebb áll, és valószínűleg ebben is rejlik a film viszonylagos sikere, vagy sikere, legalábbis a nézők körében, hogy el tudta hitetni. Igen, el tudta hitetni a nézőkkel, hogy ez egy érdekes és tényszerű dolog. Na, látom, nem nagyon tudunk erről a filmről beszélni. De kell, mert engem dramaturgiailag érdekelne, és abban bíztam, hogy ezt elmondjátok nekem, hogy ez mitől egy jó történetmesélés. Mert a tudományosan szétfikáztuk az egészet, de mi van az emberiséggel, és most hogy... Hát nem jó történetmesélés. Tehát média munkásként, tehát, hogy... illetve science fiction fogyasztóként azt mondjátok, hogy ez gagyi? Az Emmerich maga nem tud írni egy forgatókönyvet? Nem csak mi mondjuk, tehát ezt a kritikák fogalmazták meg, úgy, hogy nem jó a történetmesélés, annak ellenére, hogy amúgy ez egy könyvadaptáció. Ezt nem tudom, nem, én persze. Nem tudtam. Ez egy könyvadaptáció, nem. Csak magyarul nem jelent meg a könyv. De ez a Jeffrey Nachmanoff, akit mondott az Ádám? Nem, ez egy szerzőpáros, Art Bell és Whitley Strieber, ez inkább németes Strieber, The Coming Global Superstorm című könyve ihlette. Aha. Amúgy érdekes, hogy maga a Strieber, tehát a szerző, a könyvnek a szerzője írta a filmnek a szkriptjét, ennek ellenére a történetmesélést nagyon lehúzták a kritikusok. Van benne egy csomó klisé, amikor kimennek, a lány ugye megbeteg, már látjuk ott, tudjuk, hogy majd fertőzést fog kapni, kimennek, tehát gyakorlatilag kiszámítható a film, nem nagyon van benne meglepetés, hogy felszisszenjen a néző, kiszámíthatóan telik, én nem annyira voltam kíváncsi, de visszatérve arra, amit Claudia mondott, azért egyébként könyvben lehet jó, mert könyvben lehet jó, nem, nyilván nem is ismerem, de lehet jól leírni azt, hogy mit fantáziáljál, hogy mit lássál
szál belül arról, amit olvasol, míg filmen ezt meg kell mutatni, és bizony egy katasztrófa filmben hát az a látványos, ha jön le a kamera magasról, és látod, hogy szétfagynak az üvegek, és lefagy a felhőkarcoló. A Chrysler Building, ott... így van. Megint kellett kapni. Igen. Meg ha, nyilván ez is egy költői kérdés, mert nyilván nem így van, de ugye ott látjuk, lezuhan a helikopter, ugye ott akarnak kimászni belőle a túlélő katonák, vagy pilóták, vagy bárkik is, és abban a pillanatban megfagynak. Igen, emellett ugye a párbeszédeket is szitták, hogy nehézkesek a párbeszédek. Ugye tulajdonképpen a film egyetlen pozitívumaként ugye a látvány, tehát a CGI-t emlegették, és ugye leginkább ezen belül nyert díjakat, tehát ilyen BAFTA díj, mint legjobb vizuális effektus, meg mindenféle más egyéb ilyen díjakat, meg ugye akciófilm, mert is nyert, valami MTV Movie Awards-nak megnyerte a legjobb akciófilm kategóriában. Zene, bár ezt nem tudom. Ki írta a zenéjét? Harald Closer. Harald Closer. Nem ismerem, őszintén nem tudom, hogy ő kicsoda. És a viszont a környezetvédelmi... Jó, bennem nem hagyott mély nyomokat. A zene az mondjuk nem. A környezetvédelmi média díját is megkapta a legjobb film kategóriában, tehát környezetvédelmi média díja, ugye itt nyilván a globális felmelegedés ellen, mint úgymond propagandafilm. Elmondom nektek, hogy aki a zenéjét szerezte, az szerezte a Moonfall zenéjét is, a Függetlenség napja 2 zenéjét is, a 2012 zenéjét is. Jó, tehát akkor ez az Emmerichnek egy nagy barátja. Igen. Okay. Amúgy azon gondolkozom, hogy időben egyébként ez pontosan az, hogy ugye 2004-ben jött ki a film, ugye? Igen. Ez nagyjából időben egybeesik szerintem, de nem akarok hülyeséget mondani. Az Al Gore-féle híres filmmel, ugye? Tehát ő lett kb. Az a ember, ugye, aki elvesztette a Bush ellen az elnökválasztást 2000-ben. Ugye 2004-ben már a második ciklusát kezdte a Bush 2. És akkor miután így elvesztette az elnökséget, Gert folytatott küzdelmet, akkor ugye ő nagy klímaaktivista lett, és akkor kb. Amit az egy ilyen ikonikus film, egyrészt azért is, mert hát jól mutatja, hogy nagyon túl van tolva a politikai aspektus, tehát hogy néz ki az, amikor politikusok nyúlnak hozzá egy tudományos témához, tehát ezer sebből vérzik egyébként az a film, és amit ő csinált, amit most azért kerülgetem egyébként, mert nem jut eszembe a neve, de valami... Hogy hívják azt a filmet? Mondjátok már. Mindjárt segítünk. Az Inconvenient Truth, az volt, hogy ugye? Hogy kellemetlen igazság. Így van, na most eszembe is jutott. Tehát időben kb. Nagyjából egy-két év ide vagy oda, az úgy egybe esik ezzel a klímatudatossági dologgal, ami nagyon dobott ez a Gore, aki, én nem is tudom, ezt én csak álmodtam, hogy ő azért kapott is valami Nobel-békedíjat, vagy micsodát. Valahogy ez akkor nagyon beleilleszkedett ott az izébe. Tehát akkor éppen az volt a menő, tudod, hogy mutassuk meg a klímaváltozást. Ez most mindig van valami ilyen topik, akkor éppen ez volt a 2000-es évek elején, és erre teljesen ráillett ez a film. De hát olyan is. Al Gore megkapta a Nobel-békedíjat 2007-ben. Megkapta, akkor, csak megosztva. Nem csak álmodtam. Pontosan ezért, jó, nem álmodtad. Igen. Aha, igen. Hát akkor megkövetjük innen Al Gore-t, de és nagyon szurkolunk a medvedisznó ember hajszolásában. Ugye 2004-ben jött ki ez a film, amikor nagyon trendi volt ugye a globális felmelegedés, környezetvédelem, ez a téma a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, közepén, de egy olyan időszakban jött ez a film, amikor talán nem nagyon érzékeltük még ezeket a hatásokat, amiket most már körülbelül 10 éve, de lehet, hogy több. Azért aktívan mi is érzünk, mint a Parallaxisban is beszéltünk már arról, hogy itt Európában vagy Magyarországon azért milyen lett az időjárás, hogy mennyire a klíma, hogy mennyire szélsőségessé vált, és hogy eltűntek például azok a nagy havazások, amik akár 10 vagy akár 15 meg 20 évvel ezelőtt abszolút, akár itt Budapesten is hozzá tartoztak
karácsonyhoz, meg a téli hónapokhoz. A 2000-es években azért ez nem volt még ennyire evidens. Nem lehet, és nyilván persze jobb lett volna megelőzni a bajt, de nem lehet, hogy talán azért is bánhatott ennyire nagyvonalúan ezekkel a tudományosnak beállított dolgokkal, mert globális felmelegedés, vagy hogy mondjam, a klíma katasztrófa szempontjából még azért egy látszólag békeidőben készült ez az alkotás? De én ezzel abszolút egyet tudok érteni, hogy a mostani viszonyokhoz képest hát kvázi túl korán jött a film. És ezért ugye nem... Még most függetlenül a tudományos pontatlanságoktól nem kezelték úgy, ahogy kellett volna, vagy lehetett volna. Igen, és egyébként közben megnéztem egyébként, hogy ez a film javára billenti a dolgot, hogy a film az 2004-es, de az emlegetett Al Gore-féle mutatvány az 2006-os. És az Emmerich-féle film az megelőzte ezt. Tehát igazából még annyira sem volt benne a köztudatban ez a dolog. Nyilván beszélgettek az emberek klímaváltozásról már az 1980-as évek óta bőven, de mégis közelébe se volt a diskurzusban elfoglalt szerepe ennek az egésznek, ahhoz képest, mint ami a Gore film után jött, meg azóta meg még inkább. Tehát Greta Thunberg még meg sem született. Mondanám, hogy erről a filmről még hosszan-hosszan tudunk beszélni, de szerintem ez a műsor azt mutatja, hogy nem. De mi? Hát ilyenek ezek a Roland Emmerich filmek, úgyhogy így a műsor végén két dolgot mindenképpen szeretnék elmondani, illetve egyet kérdezni tőled, Miklós, ugye ma ezt a felvételt március 23-án készítjük, és nemrég a Parallaxis Extrában vendégem volt Perger András, akivel az Ukrajnában kialakult helyzet miatt az atomerőművek biztonságáról beszélgettünk. Azóta azért történt egy smás. Mi most a helyzet? Van-e okunk azért ha nem is pánikra, de a nyugtalanságra? Egy nyugtalanságra mindig van ok. Az minden esetre egy nagy előrelépés volt, hogy azokat a szerencsétlen... ugye ez egyébként kitűnő beszélgetés volt, gratulálok. Én egyébként nagyon tartottam attól, hogy egy Greenpeace-essel milyen beszélgetés lesz, de egy rendkívül felkészült és teljesen korrekt véleményeket mondott az ember, és te meg tök jól kérdeztél, szóval tök jó volt ez a beszélgetés. Ugye azóta szerintem a legfontosabb dolog az az, hogy végre hazaengedték azokat a szerencsétlen ukrán atomtudósokat, akiket ugye 3 hétig ott tartottak, mint hogy ugye megszállták már ugye hallhattuk, hogy erőműként 2016 óta nem működő, ám de nukleáris létesítményként mégis személyzettel működtetett, és folyamatosan megfigyelt Csernobili atomerőmű személyzetét, ugye nem mehettek haza. Elengedték őket, tehát nem túlszok voltak, csak nem tudták garantálni a biztonságukat. Igen, tehát ez igen, kb. Ugyanaz, csak igen, meg hát ők meggondolta, átérezték azt, hogy milyen felelősségteljes posztjuk van, és akkor ott maradtak. Na most ugye, mint ahogy maga a csernobili baleset eleve mutatja, hogy mindig a legkritikusabb ezekben a bonyolult rendszerekben az ember. Tehát az emberi tényező, az emberi hiba lehetőség. Tehát őszintén szólva az, hogy a csernobili atomerőműben egy fáradt, elnyűjt, 3 hete szolgálatban lévő személyzet, akik nem látták a családjukat, akiknek éppen rongyá bombázzák az országukat, önmagában, hogy ezek voltak ott szolgálatban, őszintén szólva, engem még fizikusként is igazából elsősorban ez nyugtalanított az egészben. Tehát nyilvánvaló, hogy az emberek hibáznak, az emberek hibákat követnek el, ezeken a posztokon nem lehet hibázni. Úgyhogy igazából szerintem ott a Csernobil szempontjából a legfontosabb az, hogy végre leváltották ezeket az embereket. Ez egy nagyon jó dolog szerintem mindenképpen. Az meg egyébként, hogy persze, hát a Vörös Erdőben tűzült ki, meg ilyesmi, hát valószínűleg tényleg ez átmeneti növekedését fogja okozni esetleg a háttérsugárzásnak, hasonlóan ahhoz, ahogy ugye a bevonuláskor ott fölverték a port a tankok, meg ilyenek, de összességében ettől nem kell tartani. Magát a szarkofágot pedig ugye, hát a Duma szerint legalább, mert nem az orosz parlament, hanem a szöveg szerint úgy tervezték, hogy pontosan akár egy rakétatámadást is kibírjon. Reméljük, hogy... Hát ne kelljen ezt megtapasztalnunk, igen. Hát azért az nagyon durva volt, ami a zaporizsiai atomerőműnél történt, de azt meg jól megbeszéltétek, úgyhogy erre utaljunk vissza, hogy akkor tessék azt a Parallaxis Extrát meghallgatni.
És így a műsor végén egy kicsit vidámabb témával, Claudia, neked hamarosan jön a második szubzsáner adásod, amiben ugye a Station Eleven 11-es állomás című könyvadaptációból készült HBO Max-es sorozatról fogtok beszélni. Gondolom, hogy elsősorban azért a könyv kerül azért a középpontba. Kérlek, mondd el, hogy ki lesz a vendéged, és hogy kivel fogsz erről beszélgetni az április 4-én megjelenő szubzsáner podcastben. Takács Gáborral, a Gabó kiadó egyik szerkesztőjével fogok beszélgetni. Ugye miért a Gabó kiadó? Hát azért, mert ugye ők adták ki a Station Eleven, vagyis ugye 11-es állomás című könyvet, és hát tulajdonképpen két részben fog állni a beszélgetés. Az első részben inkább a regényről beszélgetünk, mint önálló alkotásról, és a második részben hát megpróbáljuk összehasonlítani a regényt a sorozattal. Szokolébresztő táján van esetleg valami izgalmas, amiről beszámolhatnál? Ó, hát igen, ugyanazon a héten, amikor jelentkezik a szubzsáner, ugye a szokásoknak megfelelően jön ki a szokolébresztő is. Ugye az élőadás mindig pont hétfőn van, viszont ugye nálunk ugye csütörtökön jelenik meg, hogy ne ütközzünk össze. Nekem Szentpéteri László lesz a vendégem, aki a katonai műholdakról fog beszélni, mégpedig arról, hogy mi igaz azokból a dumákból, amiket filmekben is rengetegszer látunk, hogy például autóknak a rendszámait, meg ilyeneket műholdakkal le lehet olvasni, stb. Stb. Miket tudnak valójában ezek a cuccok? Nyilván erről csak sejtéseink vannak, mert a katonáik sem kötnek mindent az orrunkra, viszont azért a fizika az fizika, azért vannak limitek, és akkor ez alapján próbáljuk majd ezt kibogozgatni Szentpéteri Lászlóval, aki egyébként az űrvilág.hu-nak az alapító főszerkesztője. A legközelebb április 14-én érkezünk akkor egy húsvéti parallaxissal. Nyilván nem is lehet más a témánk, mint a vallás és tudomány kapcsolata. Ezt fogjuk megvizsgálni, szerintem ez is egy érdekes, egy kis szusszanásnyi idő a Roland Emmerich alkotások és mindenféle katasztrófa filmek között, úgyhogy köszönöm a mai figyelmet. Ahogy mondtam, legközelebb április 14-én érkezünk, és Ivan is Rigál, Claudia és Vince Miklós nevében is további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.